tétel az a felső határa a kölcsönnek. Nem az, hogy valaki helyzeti előnybe kerül, hogy átlátja a klubnak a gazdasági helyzetét a liga igazgatói tisztségéből, majdan... Ön egy vállalkozó. Igen. Tegye be a Duna Ferbe a pénzt. Miért? Na látja. Hát a Muszbek úr pénzt akar betenni a Duna Ferbe, én boldog. Nem csak, hogyha tegnap még funkcionárius volt. De a Duna Ferbe ma bárki a betesz nem sikerült pénzt. Neki végül, nem tette. Hát csak, hogy a fellép. Én gondolom, hogy más se tenne be. Ezt nagyon könnyű mondani. Mindenki, aki pénzt tesz be a labdarúgásba, szponzorálja a labdarúgást. Annak hálásnak kell lenni. Ez egy alapvető. A sportsajtótól, a szurkolótól kezdve ez egy nehéz helyzetben lévő terület, és a magyar labdarúgásnak pedig akkor fog megerősödni, az utánpótlás nevelés az végigmegy, azt nem szabad megváltoztatni, és profi klubok lesznek. Harmadikat nem lehet kitalálni. A régi egyesületi rendszert, ahol egyesületek tartoztak, általában is az állam elengedte, vagy hozzátette és szubvencionált, az nem ez az út. Tehát, ha Muszbek úr be akar tenni a Dunaferbe pénzt, és vállalná, hogy visszafizeti nekünk az 50 milliós kölcsönt, hozzá kell tegyem, hogy egy nagy állami vállalat hagyta ott, meg se engedhet. Jó, bárki tegyen be, csak az a kérdés, hogy bizonyos funkciók után illik egy ideig háttérbe húzódni, de lehet, hogy én tévedek. De nem haszonra kezdve valaki. Hát, hogyha ez olyan jó üzlet, azt mondom, hogy bárki tegyen be pénzt. Nem pontosan, de nem jó üzlet. Nem pontosan. Nem jó üzlet a Duna Ferbe pénzt betenni, ezt tudom mondani. Lebeszél itt a befektetőket. Tehát nem liga, labdarúgás, de biztos van véleménye. Terrorháza. Önt nem keresték meg, hogy írja alá MLS részéről a tiltakozók névsorát? Nem, de olvastam. És van hozzá véleménye. Saját példámon kezdem. Engem nem szólítottak fel mondjuk másfél évvel ezelőtt, amikor aláírtam több prominens művésszel gazdaság részéről, azt hiszem csak én írtam alá Mádl Ferencnek azt a levelet, amikor a Mécs Imrét és néhány szemét atrocitásért az októberi ünnepségeken. Akkor lehet mondani, hogy az egy bal oldali politikai aláírás. De ezt a jó érzés intézményét, meg az MLS vezérkara, mondom nem, a népsor. Én a liga vezetője. Nem a liga nevébe írtam. Vagyok, ne. Hát Bozóki, Mezei, Gelei, Magyar Zoltán, Rót, Tamás Gyula, Lejkó. Ha megengedi, akkor igen. Azt mondom, hogy a Bozóki Imre véleményem szerint én nem beszéltem erről, vele engem nem kerestek meg, aláírtam, mint ügyvéd. Na most, hogy a terrorházáról van szó, arról pedig az a véleményem, hogy az Andrássy út 60-ban bal oldalról többen szenvedtek talán, mint jobb oldalról. Ez nem egy jobb oldali múzeum kell legyen, nem egy bal oldali múzeum kell hogy legyen. Ez egy alaptétel. Félrenézés, hogy semmi bajom a terrorházával, itt csak egy a kérdés, sőt, meg annyi alkalommal itt a terrorháza képviselők elmondták véleményüket, és tisztelés tartjuk, hogy szerencsése, hogy egy sportági szövetség egységesen politikai színvel. Ez egy egységes, annak az MLS elnöksége kellett volna, a személyek... Hát a Bozóki és akik alá tartoznak. Szóval én attól félek, hogy lesz egy ugyanolyan hatás, mint ami volt előzőleg, amit szintén helytelenítettük, amikor a kormány be akart avatkozni a sportág életébe, hogy végül ki fog derülni, és ettől meg kell óvni a labdarúgást, hogy a jobb szélső az mondjuk csak fideszes lett, tehát jobboldali, a bal szélső az pedig baloldali, az MSZP-s lett, a pályát nem lehet így felosztani. Ezt mondom én is. Tehát ebből adódóan az egyéni politikai meggyőzés, nem a testület, nem az MLS, vagy nem a liga elnöksége hozott ilyen álláspontot, nagyon fontos lenne a sportot a politikától távol. Hát itt azt mondja épp a címben, Imre megkérdezte, aláírnám-e, mondja Rót úr, hogy ilyen mindegy ösztönzésként kérdezték, de ez félrevisz, és csak kíváncsi voltam szubjektív véleményre. Elnök úr, szeretném ott többet jönni, mert nagyon sok kérdés maradt fenn, de hát a műsor megy tovább. Tudom, hogy 148 kérdés. Körülbelül igen, és azt hiszem 4-en jutottunk túl. Máskül is eljön? Vállalom? Vállalom. Köszönöm, megtisztelt. Én is köszönöm. Thank you.
A helyzet az, köszönöm szépen, mert Gyárfás Tamás mindent elpakolt innen, rendetlenséget csinál. Tisztelettel, szeretettel üdvözlöm Szenes Andreát. Jó reggelt kívánok. Idehaza. Nézőinknek is. Idehaza, igaz? Idehaza. Én azt éppen az elmúlt 24 vagy 48 órának a híre az, hogy a másodfokú munkaügyi bíróság, melyben Szenes Andrea volt a felperes, a Magyar Televízió az alperes, tegeződünk, hiszen ugye igen régóta ismerünk, pontosan én már felnőtt ember voltam, amikor Szenes Andrea a gyermek, tehát képmutatás lenne még akkor is, hogyha az alelnökkel beszélek, tegeződünk, tehát hogy a Szeretett Televízió volt az alperes, első fokon elvesztette a pert, felebbezett, és most másodfokon megint elvesztett.